Fővárosi hírek vendégünk dr. György István kormány megbízott, aki a hivatali mundért ismét fölcserélte egy estére egy laza szerelésre, és a gitárt is kézbe kapta. Hogy sikerült a koncert? Köszönöm szépen az érdeklődést, nagyon jól sikerült. Most már 8. alkalommal került megrendezésre ez a jótékonysági koncert. 2011-ben indítottuk el, és különböző jótékonysági célokra fordítottuk az adományokat. Kapott a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány, a Dankoros Alapítvány, egy vesebeteg kislány műtétjéhez adtunk támogatást, nyugdíjas otthonok, különböző általuk fontosnak tartott eszközöket kértek, listára vettük, és masszázsfoteleket, vérnyomásmérőt, rádiót, televíziót, kávéfőzőt, mindenféle komfortérzést növelő általuk fontosnak tartott eszközt vásároltunk, és más területekre is bölcsödék, óvodák kaptak támogatást sószoba kialakítására, amire ők fontosnak tartották. És elmúlt 3 évben gyermekek nyári táborozására fordítottuk az összeget. Így családonként 15 ezer forintot tudtunk adni az elmúlt 2 évben már. Első évben csak 10 ezeret, második 2 évben 15-15 ezer forintot fejenként. Így 300 családot tudtunk támogatni tavaly. Az összegyűlt 4,5 millió forintból. Ez a mostani este is nagyon kellemesen telt, nagyon jó hangulatban. Hadd említsem meg a neveket is, hogy kikkel voltam együtt a színpadon, tehát Póka Egon, a Póka Experience együttessel, amely Szakadáti Mátyást jelenti a doboknál, ifjabb Tornocki Ferit a szólogitárnál, és most már hosszú évek óta állandó vendégünk Sipeki Zoltán, aki szólógitárral és akusztikus gitárral vesz részt ezen a koncerten. Ugye egy nagyszerű zenészről van szó, Zorán minden koncertjén ott látjuk őt. És a Kőbeny Zenei Stúdióból is mindig kapunk segítséget. Így most Gerendás Hanna az orgonák mögé ült, Lékó Stefánia énekelt, és Szabó Andris szintén mikrofont ragadott, és együtt énekelt velünk, úgyhogy így ez a csapat adta ezt a koncertet. 2 órát játszottunk, nagyon jól érezték magukat, akik ott voltak, rengetegen állva hallgatták végig a koncertet, de ez nem szokatlan koncerteken, minden ülőhely is foglalt volt, úgyhogy összességében a mostani tudásunk szerint 3,7 millió forint gyűlt össze az előzetes adományokból, az ottani adományokból, és még van ígéretünk 500 ezer forint adományra, tehát már az idén is 4 milliót át fogjuk lépni, 4 millió fölötti adománnyal tudunk számolni. Tavaly esztendőben is így volt, hogy a koncert idején körülbelül 3,8-3,9 millió forintról tudtunk, és 4,5 millió lett az utólagos átutalásokkal a támogatás. Úgyhogy nagyon nemes célra tudjuk fordítani, és jól esik így karácsony előtt is az, hogy az ember tud adni, akár sajátjából, én is mindig hozzá szoktam tenni, de ezzel nem szeretnék itt kérkedni. Természetesen magam hozzájárulását minden esztendőben én is befizetem. Úgyhogy, ha jó Isten éltet minket, akkor jövőre is jövünk. Ez mindig Mikuláshoz, egy közeleső pénteki napon szokott lenni ez a koncert. Egyébként ugye most már jó néhány év van ennek a koncertsorozatnak a történetében. Hogy érzékeli Magyarországon úgy általában így az adományozás jótékonyság ügyében változik-e a hangulat? Nem volt olyan nagyon általános sokáig, de mit tapasztal? Nekünk egyébként nincsenek rossz tapasztalataink, de az évről évre összegyűlő adományokban eddig mindig meg tudtuk fejelni a következő esztendő során összegyűlt adományokat. Ez azt jelenti, hogy azért mindig bővül. Nyilván az ember azért lát, olvas, hall, és bizony lehet olyat is tapasztalni, hogy nagy nyilvános jótékonysági koncerten nem jön össze annyi támogatás, mint amennyit a Kőbenyi Szabadidő Központban mi koncertjeinken. Valóban így van, hogy egyrészt az emberek egy része valószínűleg nem is nagyon tud adományt adni, de legyen az 500 forint, tehát nem kell itt nagy összegekre gondolni, de akár aki megteheti, természetesen annyit ad, amennyit jónak lát. Cégektől is kaptunk 100 ezer vagy 500 ezer forint támogatást, de volt egy magánszemély például az idei esztendőben is, aki még ennél is magasabb összegű támogatást nyújtott. Karácsony közelettével az elmúlt években az egyre többet hallani. Ugye elindult a Jónak lenni jó című sorozat most már évek óta a köztelevízió szervezésében, de számos ilyen kezdeményezést lehet hallani.
Általában a karácsonyi ünnepek azok, amelyek egy kicsit megindítják az adakozó kedvet és a szeretet ünnepe. Úgy tűnik, hogy egy nagyon jó alkalom arra, hogy az adománygyűjtés az kiteljesedjék. Hát más időszakokban ritkábban hallani erről, igen. Ez a téma egyébként főleg az ugye, hogy a befolyt összegeket családok támogatására igyekeznek fordítani. Végül is összeér azzal az országos folyamattal, aminek tanúi vagyunk, ugyanis nemzeti konzultáció néven érdeklődik a kormány a tisztelt polgárok véleményéről család támogatási ügyekben. Ön hogy gondolja egyáltalán egy ilyen, a családok támogatása viszonylag evidens gondolatnak tűnik, hogy illeszkedik ön szerint ez a nemzeti konzultáció ebbe a gondolati körbe? Hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy köszönöm a kérdést, mert abszolút illeszkedik. Én úgy gondolom, hogy a család akkor család, hogyha ha gyermekek vannak, és a nemzet attól nemzet, hogyha vannak fiatalok, fejlődni képes, természetesen a múltból építkezik, abban az értelemben mindenki az identitását, a gyökereit sosem szabad, hogy elfelejtse. De én nagyon fontosnak tartom, hogy mindazok az értékek, amelyek a családdal függnek össze, egyáltalán a társadalom legkisebb sejtje, vagy szervező közössége a család, erről megfeledkezik, nagy hiba. Egyébként hajlamosak is ma az egyes társadalmak, hogy a család szerepét ne úgy fogják fel, mint ahogy az tradicionálisan korábban megtörtént. Én ezt nagy hibának tartom, és úgy gondolom, hogy a kormány ezzel a nemzeti konzultációval olyan útra tereli a közgondolkodást, amely nagyon helyes, fölhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak a gyermekek, mennyire fontosak a családok, érdekes a társadalmi megosztottság ebben a kérdésben, és egyáltalán Európa megosztottsága, amely újabb kérdéseket vet föl, de akár csak a magyar politikai közéletben, ugye a parlamenti vitákra gondolunk, Bauer Tamás vagy Bangónének a parlamenti hozzászólására, akik összetépték a konzultációs évet, Bangóné vagy Bauer Tamás ugye kijelentette, hogy a migrációban látja a megoldást a demográfiai problémákra, nem pedig a gyermekek születésében. Tehát ezek nagyon érdekes, és talán mondhatnám az én véleményem szerint teljesen torz megközelítések, mert minél több gyermek születik, nyilvánvalóan annál nagyobb a lehetőség arra, hogy az ország kibontakozzon, fejlődjön. Tulajdonképpen az egész családnak a lényege az, hogy a gyermeknevelésen keresztül beteljesedjen az a szerep, amit a társadalomban a családnak vinnie kell. És ha ez értékítéletben a helyén van, megfelelően kezeli akár az alaptörvény, az alkotmány vagy a jogrendszer, akkor én szerintem helyes úton jár. Európának nem szabad feladni ezeket a tradícióit. Amilyen irányban most az ENSZ is és az Európai Unió is gondolkodik itt migrációs kérdésekben, én azt gondolom, hogy az hosszú távon teljesen tarthatatlan helyzeteket fog teremteni, és az, hogy az állam a szerepét be tudja tölteni, garantálni tudja a létbiztonságot, a jogbiztonságot, és ezen keresztül az emberek, a családok biztonságát, ahhoz egy olyan társadalmi rangra emelt közgondolkodásra van szükség, amelyben a család fontos szerepet tölt be, és a társadalom nak is úgy kell az értékítéletét kialakítania, a kormánynak a politikáját és a parlamentnek a döntéseit meghoznia, hogy a családok azok mindig fókuszban legyenek, és a megfelelő támogatást is meg tudjuk adni, mert nyilvánvaló, hogy olyan családban, ahol van 1, 2, 3, 4 vagy akár több gyermek, az a gyermeknevelés során nagyobb terhet vállal, mint az, ahol nincs. Ez nem egy olyan típusú értékkülönbség, vannak olyan házaspárok, akik nem lehet gyermek, ők erről nem tehetnek természetesen, tehát nem velük szemben van ez a megkülönböztetés, hanem azokért, akik gyermekeket nevelnek, úgyhogy a nemzeti konzultációra való részvételre mindenkit nagyon szeretnék biztatni, és adjuk meg azt a támogatást a kormánynak, hogy milyen széles körben gondolkodnak Magyarországon hasonlóan, hogy fontos a család és fontos a gyermek. Ön egyébként, ha jól tudom, akkor nem bort iszik és vizet prédikál, hiszen néhány gyermeknek a boldog édesapja, igaz? 3 gyermekem van, igen, ők már felnőttek, 35, 33 és 31 évesek. Én is
belekóstoltam az apa szerepbe, és egyáltalán abba, hogy három kisgyermeket nevelni, az milyen kihívást jelent. Nagyon boldog vagyok, mert egy szép emlékek fűznek ez az időszakhoz, és most is sikeresek a gyermekeim, úgyhogy én azt hiszem, hogy szerencsésnek mondhatom magam ebből a szempontból, de mindenkit csak biztatni tudnék arra, hogy a gyermekvállaláson keresztül ismerkedjen meg ezzel az érzéssel, és hát nagyon sok örömet is jelent természetesen, és ha a társadalom, ahogy mondtam, kellő odafigyeléssel, és a támogatások a kormány révén, illetve az országgyűlés által meghozott döntések révén oda kerülnek a családokhoz, akkor a terheik is könnyebbek lesznek, úgyhogy nagyon jó érzés, és csak biztatni tudnék mindenkit a gyermekvállalásra, illetőleg a politikumot pedig arra, hogy ez mindig is legyen fontos, és kellő mértékben kerüljön támogatásra. Ön ugye egy hatalmas szervezetet, a Fővárosi Kormányhivatalt vezeti, amelynek nem direkt módon feladata a családtámogatás, de mégis ugye miután nagyon sok felé ágazik a tevékenységük, tud rokonítani valamilyen tevékenységet, amely ebbe a folyamatba tartozik? Hát természetesen igen. Mi ugye nem döntéshozók vagyunk, hanem a törvények által a jogosultaknak a megállapítás és a kifizetés viszont valóban a kincstáron keresztül, de hatósági eljárások tekintetében a kormányhivatalon keresztül megy. Ezt minden megyében a kormányhivatalok intézik. Van úgynevezett családtámogatási főosztály, amelynek a keretén belül ezeket a feladatokat elvégezzük. Tehát aktív szerepe van a kormányhivatalnak, de nem a jogosultság megítélése, hanem a végrehajtás a mi feladatunk. Tehát mi nem döntéseket hozunk, hanem végrehajtjuk azokat a döntéseket, amelyeket a parlament meghoz. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm a lehetőséget.